Az ingatlan piacon az elmúlt 10-12 évben egy valami volt folyamatos, a drágulás. Különösen nagy volt ennek mértéke a közelmúltban. Idén már Nyíregyházán is több példa volt arra, hogy az 1 millió forintot is meghaladta egy-egy eladásra kínált ingatlan négyzetméter ára. Úgy tűnik azonban, hogy az orosz-ukrán háború és az abból fakadó energiaválság megfordította a folyamatot. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Bákány Zsoltné, az Otthon Centrum irodavezetője. Mi ingatlan közvetítők is csak pisloktunk, hogy, hogy igazából itt mi fog történni, meddig mehet még ez, hogy lehet ezt fokozni. Aztán sok mindennek a hatására megállt a dolog. Azt tudom mondani, hogy az irányárak azért ugye ott maradtak, ahol, de ugye mi vagyunk ott az ingatlan irodától, amikor az adásvételi szerződések lebonyolódnak, és mi tudjuk, hogy mennyiért kelnek el az ingatlanok kezd, ugye ezzel az ukrán helyzettel ez ugye berobbantott rengeteg kárpátaljai ügyfelet a piacra, akkor egy kicsit megnőtt a forgalom, majd utána jött a, a rezsiválság, és akkor nem volt itt semmi gond, úgy októberig amíg nem jöttek ki az első gázszámlák és az első távhőszámlák, és ugye megjelentek a piacon ezek a nagyobb ingatlanok, nagyobb családi házak főként, vidéki rossz energiát Besorolású házak, tehát értem itt a gázkonvektoros házakat, aminek ugye olyan magas lett a fűtés költsége, hogy inkább azt mondták a tulajdonosaik, hogy eladják, mert hogy ezt nem lehet fizetni. 70 ezer forintos fűtésszámlákról hallottunk, és ugyanolyan térmértékű lakásnál előfordult a havi 70 ezer forint is, és a havi 13 ezer forint is. Ez pedig azért alakult így, mert sok családi házat legfeljebb csak esztétikailag korszerűsítettek, energetikailag azonban nem. Bákány Zsoltni azt mondta, a potenciális vevők ma már ugyanolyan kíváncsiak a legutóbbi rezsi számlákra, mint az ingatlan kinézetére és állapotára. Az utóbbi hetek változása ráadásul nem csak az árcsökkenésben érhetőek tetten, a vevők alkupozíciója is kedvezőbbé vált. Most nem annyira bizakodók a tulajdonosok abban, hogy lesz következő vevő. Tehát, hogyha ezt most így elszalasztják, nem tudják, mikor jön a következő potenciális vevő, és ugye hiteles vevő egyre kevesebb van, leginkább készpénzes vevőink vannak, és ugye a hitelkamatokat ugye látjuk, hogy 8-13%-os hitelkamatok vannak, hogy azt már most nem merik fölvenni. Bákány Zsoltné szerint ennek megfékezésére belátható időn belül kormányzati intézkedés szükséges. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy tovább növekedjen az alacsony rezsiköltségű ingatlanok száma a piacon, szükség van a december 31-én kifutó állami támogatások, így a felújítási támogatás és a falusi csok meghosszabbítására is.